Gyásznapot hirdettek Triestben, miután két rendőr meghalt, egy harmadik pedig megsebesült egy tűzpárbajban. Egy testvérpárt a helyi rendőrségen hallgattak ki, amikor egyikük elvette az egyik rendőr fegyverét és lövöldözni kezdett. A lövéseket az egész környéken hallani lehetett, ami pánikot keltett. A részletekért kapcsolunk most Olaszországba, Sárközi Júliához. Mit lehet tudni az eset körülményeiről? Köszöntöm a nézőket, Olaszországot megrázta az esemény, és azt kérdezik, hogy hogy lesz egy egyszerű motorlopásból kettős rendőrgyilkosság. Két 30 éves rendőr életét veszített, egy harmadik társuk pedig szintén megsebesült, de nincsen életveszélyes állapotban. Egy 29 éves dominikai köztársaságból érkezett, és családjával Olaszországban letelepedett férfi követte el a gyilkosságot. Triest utcáin egy nőtől el akart lopni egy robogót, és ezért kísérték be a rendőrségre, fivére is vele volt. A férfi meg nem erősített hírek szerint pszichés állapotban volt, amikor fegyvert rántott a rendőrökre, de Matteo Salvini volt olasz belügyminiszter, hangoztatta, hogy ezt nem szabad elfelejteni, hogy külföldi bevándorlóról van szó, és a pszichés zavar ebben az esetben nem lehet teljesen felmentő körülmény, amikor rendőrgyilkosságról van szó. A 29 éves férfi gyanúsítottként lett kihallgatva a rendőrség épületében, amely Triest városközpontjában van, majd egy óvatlan pillanatban rátámadt az őt felügyelő rendőrre, elvette a szolgálati fegyverét és tüzet nyitott. A kiárat felé igyekezett menekülni, és mindenkire és mindenre lőtt, akit meg látott, több lövést is leadott, két rendőr azonnal a helyszínen az életét veszítette. A férfi kimenekült az utcára, és itt is lövéseket adott le, mely teljes pánikot keltett az egész környéken, Triest utcáin is hallották. Többen is elkezdtek futni és menekülni, majd a férfi megpróbált egy rendőrautóval elmenekülni, de ez már nem sikerült neki, ártalmatlanították. Az első kihallgatáson nem válaszolt a hatósági kérdésekre. Olaszország gyászol, az olasz államfő borzasztó tragédiáról beszélt. Évelej óta egyébként öt rendőr veszítette életét Olaszországban, mindegyik gyilkosság áldozata lett szolgálat végzés közben. A jobboldali olasz testvérek párt, amely éppen ezen a hétvégén gyűjt aláírásokat a bevándorlók állampolgárságának a bővítése ellen, gyászzászlót tett ki az utcai standokra. Triestben gyásznapot hirdettek meg, nagyon sokan virágokat és mécseseket helyeztek el a rendőrség épület előtt, ma este pedig fáklyás menetet tartanak Triest városában. A férfiről, az elkövetőről annyit lehet tudni, hogy büntetlen előéletű, és eddig semmilyen problémája nem volt a rendőrséggel vagy a hatóságokkal, viszont nem állt orvosi vizsgálat vagy felügyelet alatt. Sárközi Júliának köszönjük szépen!